Sziasztok, engedjétek meg, hogy bemutatkozzak, Egri Józsefné Ica vagyok. Ahogy Zsófi felvezetett, az Észak-Alföldi Régió eTwinning nagykövete vagyok, és ma este e-book készítést szeretnék nektek mutatni néhány oldalról. Mielőtt belevágunk az e-book készítésbe, előtte szeretnék néhány szót szólni azoknak az eTwinningről, akik még nem hallottak róla. Akik meg hallottak róla, azok megengedik nekem, hogy egy kicsit átismételjük a jelentőségét ennek a projektnek, ennek a programnak. Tehát az eTwinning tulajdonképpen, aminek a logóját a jobb felső sarokban láthatjátok, Európai Iskolák Online Közössége, és az online felület az eTwinning.net honlapján érhető el. Bocsássatok meg nekem, hogy a prezentációt nem vetítési stílusban mutatom, de ma este során nagyon sok ablakot fogok használni, és könnyebb a váltogatás az ablakok között. Tehát az eTwinning felülete az eTwinning.net honlapján érhető el. Európai iskolák közötti együttműködés, ami az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre 2005-ben, és minimum két köznevelési intézmény működhet együtt az eTwinning felületén, akik projektet kezdeményezhetnek és projekten dolgozhatnak online felület segítségével. Ezen kívül nagyon fontos még, hogy nem csak közös projektet lehet itt végezni, hanem lehet szakmai fejlődéshez csatlakozni, ami azt jelenti, hogy ilyen online webináriumokon lehet részt venni, vagy online kurzusokat, egy-két hetes online képzéseket lehet elvégezni. Szakmai csoportokhoz lehet csatlakozni, akik egy adott közoktatási témán dolgoznak. Ezek a szakmai csoportok megvitatják a szakmai módszertanukat, ötleteket gyűjtenek a világ minden tájáról. Partnerkeresésre is alkalmas ez a felület, ami azt jelenti, hogy az Erasmus Plus alprogramjaként megkönnyíti a pályázatírást, illetve a partnerkeresést azoknak az intézményeknek, akik szeretnének hosszabb távon is együttműködni. A projekt időtartama lehet akár egy nap, vagy akár két év is, és két éve az is megvalósítható a felületen, hogy idegen nyelv ismerete nélkül akár két magyar közoktatási intézmény is működhet együtt, és létrehozhat közös projektet. Térjünk át akkor arra, hogy hogy is kerül ide az eTwinninghez, illetve a digitális témahéthez az e-book készítés. Ha már itt beszélgettünk a projektekről, online és offline projektekről, akkor nagyon fontos dolog az, hogy a projekteknek a végtermékét, tulajdonképpen amit előállítanak a gyerekek, azokat szeretnénk publikálni, szeretnénk diszeminálni, minél nagyobb közönséggel megismertetni. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, különféle lehetőségek közül választhatunk. Ez lehet egy plakát, lehet egy kép, lehet egy prezentáció, lehet ez a végtermék akár egy könyv, akár egy brosúra, vagy egy honlap, és ezeket kell valamiféle rendszerbe szervezni. Ahhoz, hogy ez a rendszerbe szervezés megtörténjen és könnyen megosztható legyen az online felületen, ezekre kiváló alkalmat, lehetőséget nyújt egy-egy e-book. Tehát fontos egy e-bookkal szemben egy online felületen fellelhető tartalom legyen, egy olyan magazin vagy hosszabb dokumentum, ami könnyen kezelhető, összerendezett tartalomjegyzékkel rendelkezik, esetleg lapozható és élményt nyújt nem csak a gyerekeknek, hanem azoknak a kollégáknak is, akik belenéznek ezekbe a munkákba, netán animált képeket, videókat, linkeket tartalmaz, könnyen publikálható online, és a legfontosabb, hogy platform független legyen. Tehát ez olvasható legyen e-book olvasóval, tablettel, akár mobiltelefonnal, bocsánatot az elírásért, akár mobiltelefonnal, akár laptoppal, akár asztali gépen is futtatható legyen. Nem utolsó szempont, hogy esetleg ezeket a dolgokat gyerekek hozhassák létre, úgyhogy kollaboratív módon együtt közösen dolgoznak egy online felület segítségével, és közösen hozzák létre ezeket az elektronikus könyveket. És nem utolsó sorban nagyon fontos az, hogy miután elkészült ez a termék, akkor minél könnyebben meg tudjuk osztani másokkal, akár közösségi felületeken, Facebookon, Twitteren, YouTube-on és más olyan online közösségeken, amit lehet. Igen, valaki írja, hogy a PDF mindezt tudja, de a PDF-ben nincs animált és nincs látványos lehetőség, illetve a PDF-fájlban nem lehet kollaboratívan együttműködni.
de ezt is meg fogom mutatni mindjárt. Haladjunk akkor a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb felé, és megnézzük, hogy mit tud a PDF, mit tud egy sima Word dokumentum, mit tud akár egy PowerPoint prezentáció, és mit tudnak azok az egyéb eszközök, azok a Web2-es eszközök, vagy online oldalak, amik ennél egy kicsivel nagyobb élményt nyújthatnak, akár a gyereknek, akár a pedagógusnak, meg annak a közönségnek is, aki ezt aztán megpróbálja hasznosítani, felhasználni a munkája során. Haladjunk akkor lépésről lépésre, én azt javasolnám, és ha már itt felvetődött a PDF, akkor láthatjátok, hogy az első dolog az én számomra is, ami a legegyszerűbb, és a pedagógusok is úgy gondolom, hogy ezzel az alkalmazással vannak a leginkább barátságban, ez a Word és a PowerPoint. Akkor újra próbálom. Sikerült? Szakadozik a hang. Most jó, rendben. Akkor innen folytatjuk. Tehát ott jártunk, hogy kezdjük azzal a két alkalmazással, amivel a pedagógusok a leginkább barátságban vannak, leginkább, legkönnyebben tudják alkalmazni. Természetesen ez a Word és a PowerPoint. Először egy Word dokumentumot fogok bemutatni. A Word dokumentumból PDF fájlt készítünk, és az elkészült PDF fájlt beolvassuk egy 3D Page Flip nevű programmal, ami aztán szép és látványos kis bemutatót készít nekünk belőle. Én elkészítettem előre nektek egy Word dokumentumot, ami egy 5 oldalas dokumentum. Van benne szöveg is, van benne kép is, és ezt fogjuk először PDF-re konvertálni. Azt hiszem, hogy ez senkinek nem okoz problémát, már itt aki portfólióval dolgozott, az ugye tudja, hogy a legegyszerűbb módja, hogy a Word dokumentumot egyszerűen mentjük másként. A mentésnél megadjuk a mentésnek a helyét, a fájlnak a nevét, és a fájlnak a típusát egyszerűen PDF-re állítjuk. A mentés gombra kattintás után a PDF fájlunk elkészül, és már is megtekinthetjük. Ezt a PDF fájlt valóban készen van egy e-book. Ez a legegyszerűbb e-book, ami online könnyen kezelhető, nem nagy méretű, és valóban lapozható, mint ahogy itt az előbb a kolléga is mondta. De hát ettől azért egy gyerek úgy gondolom, hogy ma már sokkal nagyobb élményt vár, mint hogy egy sima PDF fájlt végigolvasson, végiggörgessen, és mindenféle kattingatás nélkül, vagy bármiféle fajta mozgás, hang vagy egyéb élményt adó effektus nélkül. Úgyhogy én most ezt a PDF fájlt be fogom zárni, és szeretném megmutatni nektek, hogy hogy lehet ebből egy ragyogó kis könyvet készíteni. Ahhoz, hogy ezt a 3D-s könyvet elkészítsük, először is szükségünk van erre a 3D Page Flip nevű programra, aminek a linkjét ide is illesztettem, és ezt majd meg fogom osztani veletek. Ez egy olyan alkalmazás, amit ingyen le lehet tölteni az internetről, de csak a demo verzióját lehet ingyen letölteni, viszont ez a demo verzió is kiválóan alkalmas arra, hogy ilyen könyveket készítsünk, nem kell hozzá a teljes változat. Persze nem fog minden élményt megmutatni, illetve csak bizonyos sablonokból fogunk tudni válogatni, de ez kiválóan alkalmas lesz arra, hogy a gyerekek kipróbálhassák és megbarátkozzanak vele. Tehát erről az oldalról bárki letöltheti, és a Windows platformra is alkalmazható. Én ezt már letöltöttem, és feltelepítettem a gépemre, tehát most el fogom indítani ezt a 3D Page Flip nevű asztali alkalmazást, és egyszerűen és nagyon könnyen kezelhető módon be fogom olvasni az elkészített PDF fájlunkat. Tehát amikor ez az alkalmazás elindul, akkor nem fogunk beírni semmiféle kulcsot, hiszen nem vásároltuk meg és nem regisztráltuk, egyszerűen csak kipróbáljuk a demo verziót. 3D Page Flip nevű alkalmazást, ha elindítjuk az asztali alkalmazást, akkor erre a képernyőre jutunk, és itt rögtön a Create New menüpontot választva, most már látható. Jó, remek. Tehát maradunk a projekt típusánál, magazin típusú lesz a projektünk, kiválasztjuk a templétet, és a templétek közül válogathatunk. Itt többfajta templét is van, bár
nem olyan bőséges a tárháza, mint hogyha megvásárolt termékkel dolgoznánk, de azért a demo verzióval is beérjük, és a gyerek is tud benne válogatni, talál magának a kedvére valót. Én a panda típusút választom most ki, jóvá hagyom. És a következő lépés az lesz, hogy miután jóvá hagytam a templétet, akkor egyszerűen csak a tallózás gombbal meg kell keresnem azt a PDF fájlt, amit e-bookra szeretnék konvertálni. Ez a PDF fájl nekem már beolvasásra került, de egyszerűen, ha megnyomod a Browse gombot, akkor természetesen a fájlkezelő ablakban megkeresheted te is azt a fájlt, amit szeretnél. Miután kiválasztottuk a PDF fájlt, egyszerűen az Import Now gombra kattintunk, és látható, hogy analizálja a fájlunkat, egy első oldal készen van, második oldalt beolvasta, harmadik, negyedik, ötödik oldal is elkészült. És ha minden igaz, akkor készen van a képünk. Egy picit hangos lesz, bár itt a jobb felső sarokban le lehetne állítani a hangot, de most a megosztás miatt nem működik ez a gombom, tehát nem tudom a hangot kikapcsolni, ezért egy picit most vissza fogom venni a hangszóró hangerejét, ha megengeditek. És akkor a lapozható könyvünk elkészült, amit szépen gyönyörűen lehet lapozható könyv formájában. Azért ez egy picit élvezetesebb a gyereknek, mint hogyha egy sima PDF fájllal dolgozunk. És akkor ezt lehet feltölteni online, lehet publikálni, és lehet már is megosztani ezt a fajta nagyon egyszerűen elkészíthető e-bookot. Tehát semmi más nem kell hozzá, csak egy PDF fájl. A PDF fájl beolvasása ezzel a 3D Page Flip nevű kis programmal, és akkor már is élvezetes könyvet lapozhatunk, és a lapozás élményét fogja adni a gyereknek. Ez a legegyszerűbb módja, úgy gondolom, egy e-book készítésnek, úgyhogy ezt a fajta kis alkalmazást gyorsan be is zárom, és akkor mehetünk tovább. Most látszik a prezentáció? Nagyon jó, köszönöm szépen a visszajelzéseket, remek. Ugyanezt megtehetjük PPT fájllal is, tehát ha szeretnénk konvertálni ezzel a 3D Page Flip nevű programmal, a PowerPointunkat PDF-re és a PDF-et beolvashatjuk, illetve van olyan változata, amelyik a PPT-t közvetlenül át tudja, tehát a prezentációt közvetlenül át tudja konvertálni erre a lapozható kis könyvre. Ennek a lapozható kis könyvnek egyébként ennek köszönhető, hogy mi ebben publikáltuk két Comenius projektünk két-két éves teljes dokumentációját, tehát egy ilyen 120 oldalas terjedelmű animált könyvet hoztak létre a gyerekek. Köszönöm szépen! Sajnos az effekteket ebben nem tudjuk átkonvertálni, de majd mutatok olyat is, ahol effekteket is lehet esetleg látni, és azok is valóra válhatnak. A következő ilyen eszköz, azt mondtam ugye, hogy haladjunk az egyszerűbbtől a bonyolultabbig, tehát a következő eszköz egy fokkal bonyolultabb lesz. Attól lesz egy fokkal bonyolultabb, hogy már az online kollaboráció is megvalósulhat. Bevallom őszintén, nem próbáltam ki, hogy hangot lehet-e a standard változatban, mert a fizetős nincs meg nekem, de ezekre a kérdésekre majd keresem a választ, és akkor megpróbálok válaszolni rá, vagy a végén, vagy pedig összegyűjtünk egy ilyen, nem tudom sajnos az árát, összegyűjtünk a végén egy ilyen gyík gyűjteményt, és akkor abban megválaszolom mindenkinek ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen a feltett kérdéseket. Például nekem eszembe se jutott, hogy hangot lehet-e belerakni. Úgyhogy ezek jó kérdések, és ezek utána fogok nézni. Tehát a következő fokozatunk, amit kipróbálhatunk, az a MadMax nevű, vagy MadMax nevű kis online alkalmazás, ami annyival tud többet az előző aranyos kis e-booknál, hogy itt lehetővé válik az online kollaboráció, és akkor itt majd fogom kérni a segítségeteket. Remélem, hogy sikerül egy ilyen közös gyors újságot összehoznunk online. Erre a MadMax nevű alkalmazásra elsősorban regisztrált felhasználóként tudunk vele dolgozni.
és a regisztráció nagyon egyszerű, történhet akár egy sima Google felhasználói fiókkal is a bejelentkezés, vagy akár Facebookkal, és akkor azonnal indulhat az online magazin szerkesztés. Én már bejelentkeztem korábban, hogy ezzel ne töltsem az időt. Miután bejelentkeztünk, akkor rögtön láthatjuk a saját profilunkat, illetve láthatjuk a saját magazinjainkat, amiket eddig elkészítettünk, vagy pedig kezdhetjük rögtön egy új magazinnal. Én bele is vágnék, és egy új magazin készítését fogom elindítani. Az új magazin készítés első lépése az lesz, hogy ki kell választanunk egy templétet, ami alapján készíthetjük a magazint. Azt láthatjátok, hogy itt is csak egy olyan templét van, ami free, az teljesen ingyenes, de ezzel is nagyon élvezetes dolgokat tudnak csinálni a gyerekek, a többi viszont fizetős, de ezt a free templétet is tetszőlegesen testre lehet szabni. Tehát miután kiválasztottam ezt az ingyenes verziót, megadom a címét a magazinunknak, ez egy webinárium nevű cím lesz. Néhány részletet, speciális szót lehetne ide beírni, hát azt írom, hogy most online videó. Ha ezzel megvagyunk, akkor mi a témája? Oktatás, ez kötelező mező, amit ki kell választani, de később meg lehet változtatni, tehát nem okoz problémát, hogyha ezen változtatni szeretnénk. És a Continue gombra kattintva már is eljutunk oda, hogy azonnal felajánlja és felkínálja nekünk a kollaboráció lehetőségét, tehát meghívhatjuk azokat a partnereket, akikkel együtt dolgozhatunk. Rákattintok az Invite My Collaborators menüpontra, és itt lépésről lépésre végigvezet azokon a kis nüansznyi kis elemeken, amiket alkalmaznom kell, vagy alkalmazhatok a magazin elkészítése során. Tehát azt láthatjátok, hogy tulajdonképpen egy linket kell elküldeni azoknak, akikkel együtt szeretnénk dolgozni. Ezek az emberkék a saját oldalaikat, tulajdonképpen mint újságszerkesztők vagy újságírók, mindenki egy vagy több oldalt elkészít, a saját helyén, akár a saját otthonában, bármelyik országban akár online kollaborálhat. Ezeket a cikkeket, amiket megírnak, beküldik a főszerkesztőnek, aki tulajdonképpen meghívta őket, ő lesz az újságnak a gazdája. Bármikor a főszerkesztő lektorálhatja ezeket a cikkeket, és visszaküldheti a feladójának akár javításra, akár bele is javíthat, és módosításokat tehet rajta. Tehát nagyon fontos, hogy a gyerekek tulajdonképpen egy újságszerkesztőségnek a mindennapi működésébe betekinthetnek, hogyha végigcsinálják ezeket a folyamatokat. Tehát kinevezek a gyerekek között egy főszerkesztőt, aki elindítja az újság szerkesztését, meghívja a link segítségével a többieket, és az ő feladata lesz az, hogy tulajdonképpen összeszerkeszti az újságot azokból a cikkekből, amit az osztálytársai küldenek. Ha valamit nem megfelelőnek talál, akkor visszaküldi javításra, és újra bekéri a cikket. Ezt nagyon szeretik egyébként a gyerekek, összefoglaló órán gyakran szoktam használni. Itt láthatjátok az utolsó lépésben, hogy összegyűjti a tulajdonos az összes beérkező lapot, és ebből elkészül az újság. Miután elkészült, az is megoldható egyébként, hogy a főszerkesztő különböző alcsoportokat hoz létre, és ezek az alcsoportok egy-egy újságon vagy újságrészen dolgoznak. És akkor kezdjük is el ezt a közös szerkesztést. Én most titeket meg foglak hívni, mint szerkesztőket erre a közös munkára, tehát kimásolom a vágólapra ezt a linket, és szeretném, hogyha be tudnám illeszteni ebbe a kis chat ablakba, és itt szeretném, hogyha csatlakoznátok hozzám ezen a linken, erre a linkre rákattintva, és akkor együtt közösen tudnánk egy újságot szerkeszteni. Úgy, hogy én elindítom a főoldalt, és miután a főoldalt elindítottam, ti magatok is csinálhattok ilyen oldalt, de egyébként én magam is szaporíthatom még az oldalait ennek a magazinnak. A plusz jelre kattintva további oldalakat adhatok hozzá én magam is, mint főszerkesztő. Akár törölhetek is kilapot, vagy átszerkeszthetem a lapot, megváltoztathatom a lapok sorrendjét, meghívhatok további embereket, konvertálhatom PDF-re,
vagy előnézetben egy ilyen online magazin, lapozós magazint tudok megnézni. Hogyha egy ilyen oldalt kiválasztottam, akkor ennek az oldalnak tulajdonképpen minden kis porcikáját átszerkezthetem, tehát megváltoztathatom a háttérképét, hogyha ez nem tetszik, egy kattintással, a saját meghajtóról vagy internetről tehetek be képet, én most meg fogom változtatni ezt a képet, mert ez nem tetszik, akkor a saját gépemről beillesztek egy képet, miután a képet feltölti a rendszer, akkor beállíthatom, hogy melyik része látszódjon ennek a képnek, és a Validate gombra kattintás után be is kerül az újság hátterére ez a kép, tehát itt láthatjátok, hogy melyik részét válasszam, én ezt a területet fogom most kijelölni, validálom a levágott képrészletet, és már is ez lesz a borítóm. Miután a borító elkészült, akkor újra láthatom az összes többi újságot, és várnám tőletek, hogy egy-egy ilyen lapot beküldjetek nekem, és itt lássam szépen sorba a magazinok lapjait, amiben betűtípust, betűméretet változtathatsz, betűszínét, újabb képeket, a szöveget átírhatod benne, a formáját megváltoztathatod, tehát nem csak borító, hanem más egyéb típusú cikkek, tartalomjegyzék és egyéb ilyen lehetőségek vannak, amilyen aloldalakat kiválaszthattok, és ezeket hozzáfűzhetitek az én újságomhoz. Van-e, aki már esetleg készített és küldött be valamit? Izgatottan várom, hogy itt megjelenjenek a lapok. Jó, rendben, várok. Nem kell igazából túl sok mindent nekem, az is elég, hogyha csak, igen, nyomkodok, írja valaki, az is elég nekem, hogyha csak egy új lapot hozzáfűzöl a magazinomhoz. Tehát beillesztettem azt a linket, amit nektek is kiküldtem. Miután a linket leentereztem, akkor látom a meghívást, hogy valaki meghívott engem ennek az újságnak a szerkesztésére, és már az a kép van a borítón, amit én ott megváltoztattam, mint főszerkesztő. Hogyha ez megvan, mindjárt nézem az oldalakat, és nagyon jó, már többen is küldtek, beírom a nevemet, és én leszek most az ICA 3, és szeretnék együttműködni. Miután az együttműködés lépéseinek gyorsan végigmentem, elkezdem, és itt láthatjátok azokat a menüket, amiről beszéltem, és ugye most nem borítót fogok készíteni, hanem egy cikket. Ha kiválasztottam a cikket, akkor többféle fajta verzióból is választhatok, amelyik nekem szimpatikus cikk sablon, vagy templét, arra duplán kattintok, és akkor a jobb alsó sarokban a zöld validét gombbal már is bejön az a cikk, amit én szerkeszthetek. Ha a szövegbe kattintok, akkor a felső menüsorban félkövérdölt alá húzott betű, betűszint változtathatok, igazító gombok vannak, betűtípus és betűméret van, amiket változtatni tudok, és akkor most ide felülre be fogom írni, hogy én vagyok az ICA 3, aki ezt az oldalt szerkeszti. Miután a szerkesztést elvégeztem, a képcsere ugyanúgy működik. Egy kattintás a képre, saját meghajtóról változtathatok, internetről, és tehát akkor kell az Explorer is, meg kell az is, Edge, és akkor talán most. Most látható-e a magazin? Remélem, hogy igen. Nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm. Tehát akkor itt láthatjátok, hogy egy 18 oldalas újságunk kerekedett egy pillanat alatt. Tehát ha az osztályban minden gyerek csak egy picike kis cikket szerkeszt, akkor már is egy hatalmas újságra tesztek szert, és nagyon élvezni fogják. Tehát még egyszer, a főszerkesztő jogai. Adhat hozzá új lapot, törölhet lapot, szerkeszthet egy lapot, megváltoztathatja a lapok sorrendiségét, és ha egy cikk nem tetszik, visszaküldheti a feladónak, és arra ráírhatja az e-mailben, hogy tessék szíves lenni ezen még javítani, mert bizony ez még szerkesztésre vár, és van még kívánalmakat hagy maga után. Hívhatok meg még további embereket, PDF-re konvertálhatom, vagy megnézhetem előnézetben, hogy hogy is néz ki ez a magazin. Hát akkor nézzük most meg előnézetben, hogy a kész magazinunk hogy fog kinézni, és itt jobb szélen gyönyörűen lapozható a magazinunk. Csodaszép lapokat kaptam tőletek.
Nagyon jó. Remek. Párkányi Zsuzsa első cikke. Nagyon szép. Erzsébetet is látom. Remek. Taki Viki. Lorem Ipsum. Ugye ott az a szöveg, ami ilyen generált szöveg, hogy csak kitöltsük az űrt azért, hogy lássuk, hogy hova fog kerülni a szövegünk. Nyaralás 2018. Nagyon jó. Éva. Egy gyönyörű rajz. Nagyon jó. Tehát láthatjátok, hogy milyen könnyen lehet egy ilyen élvezetes magazint valóban közös csapatmunkában megvalósítani. Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon nagy élmény volt a számomra. Ennyit akkor a Mad Magzról, és egy szívfájdalmam van csak ezzel kapcsolatosan, hogy videót sajnos ebbe az újságba beilleszteni nem tudok. Természetesen vannak olyan alkalmazások, amelyek arra is képesek, hogy akár videót is beillesszünk, ilyen például a Sway vagy az Issue. Nem tudom, hogy melyiket használtátok-e már. Van-e olyan közöttetek, aki a kettő közül bármelyiket használta? És akkor most újra kérdezem, hogy látható-e a böngészőben a Sway oldala? Látható? Igen, nagyon jó. És akkor az igen az arra vonatkozik, hogy látható, vagy arra is vonatkozik, hogy igen, már használtam a Sway-t. Jó, többen írják, hogy még nem használták. Van, aki már használta, nagyon örülök neki. Nagyon fontos kitétel a Sway-nél, hogy kell hozzá egy Microsoft fiók, ugyanis ez a Microsoft programcsomagnak a tagja, és az online verziót szoktuk használni. Nagyon egyszerűen be lehet mutatni. Én már bejelentkeztem a Microsoft fiókommal, és miután bejelentkeztem, nagyon egyszerűen egy új Sway létrehozását lehet elindítani, ahol az indítás gomb megnyomása után már is dolgozhatok az első kis cikkemen, megírhatom a címét, ugyanúgy webináriumot fogok írni, és egy háttérképet is beilleszthetek. Ez a háttérkép többféle helyről jöhet, lehet akár online keresni képet, lehet OneDrive-ról és lehet saját eszközről. Én most saját eszközről fogok egy lekicsinyített méretű képet, sőt, ugyanazt, amit beraktunk az előbb, vagy hogy kicsit változatosabb legyen, egy hozzá hasonló kis hajós képet fogok beilleszteni. Miután a címet beillesztettem, azt kihangsúlyozhatom, tehát félkövérré tehetem, vagy dőlté tehetem, és különböző hivatkozásokat rakhatok rá, illetve fókuszpontokat állíthatok be a képen. A plusz jelre kattintva tovább folytathatom, és már is jöhet a következő, lehet beilleszteni szöveget. Ide bemásolok gyorsan az evezés cikkünkből egy jókora kis szövegrészt. Megjelent a szövegünk, akár címsornak is kiemelhetem a címet. Az evezésről fogunk itt beszélni, és alatta ott van a cikkünk. Ha bármi nem tetszik és nem stimmel, akkor nyugodt szívvel kukába dobhatjuk, és a plusz jelre kattintás után természetesen képet is rakhatunk hozzá. Jöhet a következő kép, megint a saját kis meghajtó eszközünkről, és berakunk egy újabb képet. Amikor kiválasztom, hogy képet vagy szöveget szeretnék beilleszteni, természetesen a kép helyére itt videó is mehet, és ez lesz ennek a dolognak az előnye. Tetszőlegesen videókat is berakhatok. Persze most úgy látom, hogy az internet sebessége egy picit alábbhagyott, mert a képet nehezebben tölti fel, de akkor ezt gyorsan kukába dobom, hogy ne töltse vele az időt, és megpróbálok egy kisebb méretű képet kiválasztani, és akkor mégiscsak visszatérek azokhoz a képekhez, amiket már itt esetleg használtunk. Miután a képet feltöltöttük, képfeliratot lehet hozzáadni, természetesen felsorolás, számozást lehet hozzárakni, finomítani lehet, kiemelést végrehajtani a kártyán, és így tovább. A következő plusz jellel újabb részeket lehet hozzáfűzni, sőt, vetíthető képgalériát is rakhatok bele, de én most még mindig a képnél fogok maradni, és megpróbálok ide egy videót feltölteni, bár úgy látom, hogy... Na végre feltöltődött a képünk. Nagyon jó. Ide tehát egy videót szeretnék behúzni, és egy panda típusú videót fogok keresni, amit remélhetőleg
online gyorsan meg is találok a videók között, és egyszerűen a drag and drop módszerrel is csak fogd és vidd és húzd oda, ezzel a módszerrel is működik, és akkor pandák a jégen, vagy bármi lesz a képfelirata. Nagyon fontos dolog, hogy itt szépen egymás után osztva jöhetnek tetszőleges sorrendben ezek a képkockák, és itt is lehet kollaboratív módon együtt dolgozni, tehát megoszthatom, és miután megosztom és a személyeket meghívom, megoszthatom szerkesztésre, tehát akár valós időben is működhet ez a fajta szerkesztés. Mivel nagyon elhúzódott az idő, ezért én most ezzel nem fogom húzni az időnket, hanem azt fogom még megmutatni, hogyha lejátszom, vagy a lejátszás közben hogyan is fog ez működni, tehát hogyan fog kinézni. Diakockánként fog következni a tartalom, a kép, opá, bocsánat, ott volt a videónk, és lejátszható benne a videó is. Tehát ez a nagyon-nagyon számomra fontos előnye, hogy ez tetszőlegesen lejátszható. Bocsánatot kérek, hogyha itt folyton elmegy a hang közben, nem tudom, mi történik. Most lehet-e hallani a hangot? A videó alatt egyébként van hang, csak azt elnémítottam. Köszönöm szépen. Jó, rendben, köszönöm. Tehát igazából ebbe a 45 percbe ennyi ízelítő fért be. Az issue is nagyon érdekes, és ugyanilyen hatékony módon lehet használni, de arra már sajnos nem marad időnk. Talán egy másik webináriumban majd a WordPress és az issue lesz a következő téma. Remélem, hogy azért egy kicsit élvezhető volt, annak ellenére, hogy voltak nehézségeink. Ez a megosztás nem mindig úgy működött, ahogy szerettük volna. Igen, itt újabb kérdés, a Madmaxba sem illeszthető be hang, oda hang sajnos nem. Se hang és se videó, ez biztos. Remélem, hogy tudtam nektek ötleteket adni, akár tanórai használatra, akár pedig projektre, vagy a témahetekre. Ugye fognak jönni azok a témahetek, a pénzhét, a digitális témahét, illetve a még van valami témahét, a fenntarthatóság, és ezekre akár a gyerekek informatika órán vagy szakkör formájában tudnak készülni, és el tudják készíteni ezeket a remek kis lapozható füzetecskéket. Bármelyik három megoldás nagyon egyszerűen alkalmazható, és biztos vagyok benne, hogy élvezni fogják. Remélem, hogy fogjátok tudni hasznosítani. És akkor én ígérem, hogy összegyűjtünk azok alapján néhány ilyen gyík dokumentumot, vagy kérdést, amit feltettetek, hogy lehet-e hangot beilleszteni a PageFlip, 3D PageFlip-be, lehet-e a Madmaxnál bármiféle hangot, bár én úgy tudom, hogy ott nem, illetve a Swaynél azt megnézzük, ott van hang, az tuti biztos, tehát a Swaynél megosztás is van, hang is van, és videó is van. Ezeket mindent be lehet pakolni, de ezeket a linkeket is nagyon szívesen megosztom veletek, illetve van még egy olyan linkgyűjteményem, amiben Web2-es eszközök, több száz Web2-es eszköz található, és ezeket is nagyon szívesen megosztjuk azokkal, akik részt vettek a webináriumon, és szívesen osztom meg veletek, hogy használjátok. És aztán várom a visszajelzéseket is, hogy melyik az a Web2-es eszköz, amit jól tudtatok hasznosítani. Az az igazság, hogy nagyon sok ilyen eszköz van, és minden eszköznek a kipróbálására nincs lehetőség. Rendben, én is örülnék neki, hogyha visszajelzés is jönne, meg nagyon szívesen osztom meg. Köszönöm szépen a részvételt mindenkinek.